Jó estét! Megkérdeztem, hogy önök között hányan vannak házasok? De a kezeket fel, bátran! Nyugodtan, bátran! Házas, jó. Elég sokkal, nagyon szépen köszönöm. Hányan ismerkedtek meg úgy, hogy nem ittak alkoholt? A kezeket fel, bátran! Jó, de egy kortyot sem! Jó. Ismernek olyanokat egyébként, akik így szíjózanul jöttek össze? De nem sokat, ugye? Na, mondok valami érdekeset. A statisztikák szerint az orvosi műhibák 14%-a történik úgy, hogy a sebész alkoholt fogyasztott. Tehát a műhibák 86%-ánál az orvos szíjózan. Akkor ezek szerint akkor statisztikailag biztonságosabb a részegsebész operál bennünket, mint a józan, ugye? Mondjuk azért ez felvetem pár kérdést. Így őseink évezredekkel ezelőtt. Miért érlelték meg a gabonát és itták meg a levét? Miért rágták egyes fák leveleit? Miért füstöltek szárított gyógynövényeket? Miért kóstolták meg a kaktuszt és itták meg a levét? Szóval mi hajt minket, hogy magunk mögött hagyjuk az ismertet és átlépjünk egy kiszámíthatatlan és határok nélküli világba? Szóval mi az a rejtély, amit itt csak mámorban tudunk megoldani? Én nem tudom. De nem tudom, de tény, hogy az ember részegen vagy más tudatmódosító szerek hatására óriási felfedezéseket tett már. Szép is lenne a világ alkoholisták nélkül. Hol tart ránk ma a piások zseniális ötlete és remek művei nélkül? Van egy norvég pszichiáter és filozófus, Sködorú a neve, ő arra jutott, hogy az ember az fél ezrelék véralkohol hiánnyal születik. Lehet, hogy szórakoztatóbbak és izgalmasabbak lennének a mindennapjaink, ha fél ezreléket többet engednénk meg magunknak? Most lehet, hogy tényleg csak ez a fél ezrelék hiányzik belőlünk. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Árti! Hm? Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Szervusztok! Jó reggelt! Hát szervusztok! Ha! Szombaton a diákjaink szétvertek egy vonatot. Rendőrségi ügy van. Állítólag a kalauzt odabilincselték a kapaszkodóhoz, és végignézették vele a dajdajozásukat. Gondolom, be voltak rúgva. Szórakoztak, fiatalok. És? Akkor szét kell verni egy vonatot? Aznap volt a futóverseny. Mentek volna inkább moziba, egy jó kis Bergmanra. Ó, igen, az... Mi? Hát én ennyi idősen oda jártam. Igen. Hogyne, persze. Igen. Tényleg? Hát mondom, persze, hogyne. Egyébként a tankerület javasolni fogja, hogy tiltsák be az alkoholt az iskolai rendezvényeken. De hogy totálisan? Micsoda ötlet? Többször figyelmeztették már a fiatalokat. Hova mennem kell? Délután nálam találkozunk? Mert? Mi? Miért? Hát a születésnapomon. Mi? A 40. Ma van? Tényleg? Persze, igen, hogy felejtettem el? Nekünk itt az iskolában a legfontosabbak a diákok. Tehát mindent megteszünk, hogy az összes élettapasztalatunkat bevetve formáljuk a személyiségüket. Nem csak a szellem és lelki fejlődésükkel foglalkozunk. A testet sem szabad elhanyagolni. Na, erről gondoskodik Tomi, iskolánk legszebb hagyományai szerint. Na kérem, bemelegítés, 10 kör futás, aki föl van mentve 10 fekvőtámaszt, vagy akkor maradjatok ülve, kezeket a fejek fölé, igen, lássam szépen a fejetek fölé, és le, álltok fel, igen, álltok csak fel, jó reggelt kívánok, kicsit élénkebben a lehet, leülhettek, látok ám mindent, mi sem fogunk nyugodtan üldögélni, amíg a kicsik dolgoznak a karokat a fejek fölé, és le. Föl és le, hát nem volt valami lelkes, de fogadjuk el, köszönöm.